Sziasztok, ez itt a kétvonalas les, mai vendégünk Sebők Balázs, Balú, aki idén az Ilves Tampere csapatában játszik, illetőleg a magyar válogatott oszlopos tagja, már amikor a sérülések és egyéb dolgok engedik, köszöntünk a műsorban, örülünk, hogy beszélgethetünk veled egy kicsit. Köszönöm, hogy kíváncsiak, hogy itt lehetünk. Első kérdés rögtön ezzel kapcsolatos is, pár hete volt, hogy nem láttunk az összeállításban. Valami sérülés volt az oka, és ha igen, akkor jól vagy már, mert jól tudom, a legutolsó mérkőzésen már játszottál. Igen, egy kisebb sérülés volt, ez nálam megszokott. Most sajnos ez egy pár meccsbe is került, de most már jól vagyok, hál' Istennek, úgyhogy az utóbbi három meccsen tudtam is játszani. Úgyhogy igaziból ennél nem is mennék tovább, egy kisebb sérülés volt, de jöttem belőle. Ezt a sérülés témát én még egy kicsit feszegetném, hogy egy pár éve volt neked agyrázkódásod is, ami egy ilyen szemét alattomos sérülés, hogy ugye nem nagyon tudsz, nem olyan egy törés, hogy 6 hét és akkor majd rendbe jövök, hanem ilyen utóélettel is van ennek, illetve amíg nem jössz, hogy nem nagyon tudsz semmit edzeni. Hogy ezeket a helyzeteket hogy éled meg? Hát az volt inkább a kacifántos része az agyrázkódásnak, hogy azt nem is tudtam, 2 éve a NSO-nak is lenyilatkoztam, hogy végül is nem agyrázkodás volt, hanem egy ostorcsapás szindróma nevű valami, ami igaziból a nyaki izmokkal van összeköttetésben, ami utána a szemi izmokat és az idegeket kicsit úgy megbabrálja. Nyilván ez kellett egy pár olyan ütközés, ami után kicsit komolyabban kellett venni, és utána járni ennek az egésznek, hogy mégis ezek a tünetek miért jönnek ennyire könnyen, és miért mindig ugyanolyan az összes, hogy egy agyrázkodás ez egy nyilván ember kognitív dolgai és kicsit zavarosak, illetve egy jó pár más olyan durvább dolog van, ami nálam hál' Istennek egyszer sem volt. De viszont nagyon zavaró volt, hogy mindig, amikor kaptam, nem is fejre ütközést, hanem igazából csak egy nagyobbat akkor ugye a szemem kicsit lassabbak voltak, meg kicsit ilyen fáradtabb voltam. Amire nyilván az orvos akkor azt mondta, hogy ez agyrázkódás, nyilván ilyenkor hisz neki az ember, tehát én se kérdőjeleztem meg, viszont amikor már a harmadik volt viszonylag rövid időn belül, és pontosan ugye ezek a tünetek voltak, ami egyáltalán nem befolyásolta minden napi életemet, csak pont ezt a picit ilyen fáradtabbnak éreztem magam, akkor kicsit utána akartam menni, hogy mégis mi lehet itt a probléma. Ahol aztán pár ilyen specialistához is elmentem, illetve aki kifejezetten ezekkel foglalkozik, és ennek a rehabilitáción és mindenféle ilyenekkel tényleg van mindennapos kapcsolatban. Ő pedig mondta, hogy alapvetően ez hál' Istennek nem egy agyi trauma alapvetően, hanem sokkal inkább ezek a nyaki izmok, idegek, amikor ilyenkor sérülnek. De nyilván ott az a szezon 3 éve, az nekem kimaradt a szezon fele, sőt azért, hogyha a karrieremet végignézem, akkor szerintem egy 250 meccset kiadtam emiatt, de hát jobb később, mint soha megtudni, hogy mi volt az igazi probléma. Hál' Istennek azóta nem is volt ezzel nagyobb bajom. Egészen idáig, mert most pont ugyanez az ostorcsapás szindrómám volt egyébként most egy-két hete, megint kaptam egy nagyobbat, és megint elkezdtek jönni ezek a tünetek. De a kérdésedre válaszolva nyilván, mivel azt hittem, hogy agyrázkodás így nehéz volt ez az egész, de utána, amikor megtudtuk, hogy mi a probléma, és tudtam rehabilitációt csinálni, illetve nyilván ilyenkor az embernek fejbe is azért sokkal könnyebb, tehát azért viszonylag fiatalon volt az első, amikor azt mondták, hogy nekem az volt. Tehát ez, és nagyon sok horror sztorit hallott az ember, tehát ilyenkor nyilván gyerekként, amikor valaki azt mondja, mennyi ember hagyta emiatt abba a karrierjét, és mennyi embernek kellett abba hagyni, és hogy milyen tünetei voltak, és hogy mit érzett utána, ameddig nem tudott edzeni. Tehát ez egy olyan nagy trauma volt számomra, amit inkább mentálisan és lelkileg nagyon nehéz volt feldolgozni azokban az években, amikor mindig volt egy ütközés vagy valami, akkor egyből elkezdtem belelátni ezeket a tüneteket. És nyilván, amikor kiderült 3 éve, hogy ezek egyáltalán nem ezek voltak, azóta tényleg egy óriási kő esett le a szívemről, és mindenről, hogy sokkal felszabadultabb lettem, mint pár harcokban, mint az ütközésekkel kapcsolatban. De nyilván nagyon nehéz volt, tehát azt kell mondani, hogy még azért a mai napig sem múlt el ez teljesen, most már kicsit talán könnyedebben veszem ezeket a dolgokat, amikor kapok egy nagyobbat, de inkább sokkal inkább ez a lelki-mentális része, ami én úgy érzem, hogy sokkal nehezebb túljönni, mint csak a fizikális. És itt most többször említetted ezt a mentális túlélést, ez ebben van valami mankód, valami bevált szokásod, ami ebben segít, hogy ezeket az időszakokat átvészeld? Most pont az utóbbi években kezdtem egyébként sportpszichológussal dolgozni. Úgy gondolom, hogy tényleg ez a profi sporthoz én legalábbis úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy mentálisan az ember az toppon legyen. Tehát tényleg, amikor az embernek, pláne, hogyha a tavalyi szezont vesszük, amikor itt egyáltalán nem volt néző, tehát azt a
az energiát, amit beleteszel, azt a nézőktől egyáltalán nem kapod vissza, tehát valamilyen olyan mentális erő és nyugodtság kell, amihez, ha én őszinte vagyok, nekem nem volt nagyon fogásom, hogy mégis ezt hogy találnám meg, és azért egy profi szakorvost elkerestem, hogy ebben nekem tudjon segíteni. Úgyhogy nekem ez bevált, nyilván nagyon fontosak az olyan dolgok, hogy az ember ki tudjon kapcsolni, tehát én a tanulást is választottam, nyilván nagyon jó, hogy itthon van a mennyasszonyom kutyám, akikkel azért tényleg nem kell a hokiról beszélgetni és azon gondolkozni, tehát amikor az ember azért 0-24 benne van abban, hogy mikor eszik, mennyit eszik, mikor fekszik le, holnap meccs van, utazás, aztán jövő héten mi fog történni, tehát tényleg annyi stressze jár, ami tényleg amikor vannak olyan ismerőseim, akik nem tudják, hogy az e-sportmény, és azt mondják, hogy tényleg ez neked milyen könnyű, hogy azt csinálod, amit szeretsz, és hogy ez tényleg tök egyszerű lehet az egész, de azért ez tényleg ez egy 365 napos meló végül is, mióta 6 éves korom óta, mióta elkezdtem, tehát ez nem olyan egyszerű, azért a nyár se arról szól, hogy akkor most bulizok és berúgok minden hétvégén, és jaj, de jó, hanem nyilván oda kell figyelni, hogy nyilván felépíteni magamat arra, hogy a következő szezonban ne történjen sérülés, olyan állapotban legyek, ami számomra is, a csapat számára is elfogadható, ugyanúgy lelkileg fel kell megint töltenem magam, mert nyilván azért egy szezon az lehúzza az ember, tehát olyan hullámvölgyökön mész, tehát tényleg 24 órán belül is akár, ami azt gondolom, hogy azért normál életben nem annyira történik meg, sőt itt most csak azt veszük, hogyha van egy szarabb cseréd, amikor kapsz mondjuk egy gólt, akkor neked van konkrétan 3 percet, hogy megint összekap magad, és kiegyensúlyozott legyél, és úgy menjél fel a következő cserébe, mint hogyha mi se történt volna. Tehát ehhez nekem kellett segítség, én úgy gondolom, hogy nem is, ez nem hiszem, hogy ez gyengeséget mutatna, hogy valaki pszichológussal, sportpszichológussal dolgozik. Tudom, hogy ez nagyon fontos tényleg az, hogy mentálisan az ember mennyire tud kikapcsolni, amikor ki kell kapcsolni, és mennyire tud fókuszálni, amikor igazán fókuszálni kell. És ezt a dolgot, ezt mennyire tudtátok megfejteni, hogy ez miért jönnek neked ezek a sérülések, hogy esetleg szűkebb a perifériás látásod, nincs fenn a fejed, vagy a fizikai adottságaid miatt, vagy ilyenkor most miért a megoldás erősíted a nyakizmokat? Hát sokkal egyszerűbb, nagyon be van állva a nyakam. Nem egy túl komplikált dolog, olyan a testfelépítésem alapvetően, hogy lejjebb vannak kicsit a vállaim, és nagyon be vannak feszülve a nyakam körülötti izmok. Alapvetően azt is megyek, hogy nagyon sok stressz is, alapvetően az is, hogy görcsösebb kicsit az ember, én kicsit stresszesebb is vagyok, szerintem erről a mennyasszonyom nagyon sokat tudna beszélni, de őt most nem hívjuk be ebbe a podcastba. De ez egy nagyon egyszerű dolog, alapvetően úgy van elrendezve a testfelépítésem, egyszerűen olyan, hogy a nyakam az nagyon, nagyon sokszor be tud állni, és nyilván ezt ki kell lazítani, pont ahogy mondtad, erre vannak különböző gyakorlatok, amiket lehet csinálni, de hát hokiban, ami tényleg egy ilyen gyors sport, vannak olyanok, amikor nem tudsz felkészülni, és pont ez történt, hogy volt egy ütközés, én beszorultam egy kisebb szendvicsbe, nem voltam felkészülve, és eltalálták hátulról a nyakamat, vagy ott a fejemet. Sajnos a sport ilyen, hogy ezek néha vannak, de hál' Istennek nem történt semmi nagyobban, úgyhogy viszonylag lazán megúsztam. Ennek örülünk. Kicsit menjünk be az öltözőbe, illetőleg a meccsek előtti hangulatra. Nagyon sokan azt szokták mondani, amikor föltesszük ezt a kérdést, hogy jaj, nem vagyok babonás, csak ezt, neked milyen babonáid, szokásaid vannak meccs előtt, meccs után, meccs közben? Hát nekem rengeteg babonám volt alapvetően, amit kicsit úgy éreztem, hogy is kicsit görcsösen is próbáltam őket követni, tehát az, hogy mikor megyek nagy vécézni és hasonlók, tehát voltak azért durvább dolgok, amit annyira nem tudtam kontrollálni, hát csak valami nagyon olyat nem ettem, ami meggyorsított ezt a történetet. De alapvetően amiket így tovább vittem, van egy kék alsóadrágom, amit hordok minden egyes mérkőzésen, illetve az aláöltözősöm is ugyanaz, most már szerintem nagyjából 15 éve. A felszerelésemet mindig a bal oldalra veszem fel először, tehát ezek a szokásos ékonogos idejek megvannak, és ugyanaz a bemelegítésem, ugyanúgy focizok egy picit, aztán megcsinálom a kis futóiskolámat, hasonlók, jégen is vannak kifejezett dolgok, amikre minden meccs előtt megcsinálok, tényleg annyi van, hogy már nekem teljesen automatikus, de valakinek elmondanám, akkor tényleg szemben 45 percig tudnám mesélni, hogy pontosan mit és hogy csinálok. És ha ebben valami zavar van a rendszerben, az fölborít téged? Régen fölborított, főleg olyan dolgok, amiket nem tudtam kontrollálni, tehát mondjuk egy focinál, hogy éppen valakit egyszer fejbe rúgtam, és utána előttem 3 gólt, nyilván ezt minden meccset nem tudom megcsinálni.
Pedig volt egy idő, amikor próbálkoztam vele, de azt gondoltam, hogy ez mások kárára ismeri egy picit, úgyhogy nyilván vannak olyan dolgok, amiket le kellett, hogy vetközzek. Úgyhogy most csak próbálok olyan dolgokat csinálni, ami viszonylag egyszerű, és tényleg teljesen tudom befolyásolni azt, hogy milyen alsónadrágot veszem fel, melyik helyre húzom fel a korcsájámat először. Tehát azok olyan dolgok, amiben ha csak nagyon durván nem vagyok valahol elszállva, akkor azzal viszonylag tudok koncentrálni. Meg már ahogy mondtam, nem is nagyon kell, tehát annyira automatikusak már ilyenkor ezek a dolgok, hogy annyira nem is figyel oda rá az ember, de ha mondjuk elszakad a korcsa fűző, amiközben kötöm, akkor lehet, hogy ez egy kicsit bezavar, de hát Istennek ez nem történik meg olyan sokszor. A becenevedet azt honnan kaptad? Emlékszel rá, kiragasztott rád? Hát Balázs Balú szerintem alapvetően viszonylag szokásos otthon, úgyhogy így hívtak gyerekkorom óta. Szüleim hívtak Balázsnak, illetve Marton Tibi hívott mindig, hogyha nagyon mérges volt rám, de mások Balázs nevet sose használtak, úgyhogy a Balú az rám ragadt kicsi korom óta. Számok terén mennyire vagy ragaszkodó messzám? Kalpában 14-es, 41-es, válogatottnál is. Nagyon, egyébként nagyon az vagyok. Az történt, hogy én világegyetemben 14-es voltam, majd utána Kárpátból eligazoltam a hokihoz. Fiú másodosztályban nem volt 14-es szám egész egyszerűen, és nem is volt büdzsé nagyon csinálni 14-es számot, amit akkor sem nem értettem. De 41-es az pont volt érthetetlen módon, úgyhogy így a 41-es választottam megfordítva. Amivel volt egy nagyon jó szezonom, és mivel első profi szezonom volt, ami nagyon jól sikerült, úgy gondoltam, hogy akkor ezt a Kalpába tovább viszem, ahol egyébként elérhető lett volna a 14-es, de mondtam, hogy akkor most első profi 41-es, akkor a második első osztályében is 41-esben milyen jó lesz. Ami alapvetően nem sikerült annyira rossznak, de úgy éreztem, hogy még távol áll tőlem a 41, úgyhogy december 11-én születtem egyébként, úgyhogy egy viszonylag egyszerűbb sztori van emögött, így a 14-es számot édesanyám választotta, amikor kérdezték először a számválasztásnál még kicsiként, hogy ki mit akar. Mondjuk kamerálágtól 14-est, és azóta próbálok kamellé, vagy azt megszerezni, amennyire csak lehet. Ez nyilván a posgaim volt egy ideig, majd miután ez a vicces történet egyébként, mert ő azért játszott 14-es, mert a Horváth Balú 4-es volt. Tehát ő azért választotta a 14-est, majd miután a Horváth Balú már nem volt, ő megmaradt a 14-est, én megkaptam a 4-est, és utána szerintem már egy 3-4 éve válogatottban voltunk, amikor ő mondta, hogy miért nem cserélünk számot, és mondtam, hogy hát ezt már megmondtad volna az elején is, mert hogy ő világéletében 4-es volt egyébként, és akkor így végül kicseréltük most már az utóbbi pár évben. Élvezném meg az összes szám, amit szeretek, az vissza van vonultatva. Úgyhogy a 4-es, 14-es, 41-es is, a 41-es az nagyon furcsa, de vissza van vonultatva. Így a 86-ost azt mégis azért választottam, mert életem legeslegelső szám a 68-as volt ugye a Jágőr miatt. De annak nem gondolnám magamat, úgyhogy azt nem akartam azért magamra tetetni a ligába, hogy 68-esben játszom. Úgyhogy megfordítottam a 86, és 8 meg 6 az 10 méter, így viszonylag így számtalanul is viszonylag jól kijött. Egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a csapatoknál ez változó, vagy van erre valami iratlan szabály, hogy döntitek el, hogyha többen is akarják a messzámot, vagy ilyenkor birokra mentek, vagy... Hogy néz ki? Hát szerintem, aki itt van már, az azért mindig elsőbségben van valamilyen szinten, bár most pont a Kontilát ugye leigazoltuk, aki azért egy baromi nagy név Finnországon, sőt szerintem világon is, hogyha jégkorongosokat nézik, és hogy milyen karrier volt mögötte, és ő például a 27-est azt is elvette itt valakitől, vagyis hát az a srác, a fiatal srác felajánlotta neki. De szerintem ez egy picit olyan, hogy nyilván utána tudsz kérdezni, de itt Finnországban nem annyira menő az a dolog, ami az NHL-ben, vagy valaki megvenni a másiknak a messzámát, hogy ilyenek, nem is mozognak olyan pénzek, úgyhogy 10 eurót én is lehet felajánlottam volna a 14-esért, de szerintem itt, aki itt van, aki először érkezik, az eldöntető, milyen számot szeretné, és igazából így. Ugye az előző csapatodban rekordmennyiségű mérkőzést játszottál légiósként, ott voltál 6 évig, és egy pár nappal, héttel ezelőtt játszottatok. A volt csapatoddal, ez milyen érzés volt, egy gólpassz sikerült szerezned, de úgy belülről milyen volt a régi játszottársa kell lejátszani? Ez a második meccsen volt, mert játszottam egyet idegenben, ahol viszont 5-0-ra kikaptunk, ami viszont meg egy érdekesebb mérkőzés volt, mert hát nem tudom, mennyire szabad bulgárisnak lenni ebbe a podcastban. Nyugodtan. Akkor olyan ordibásokat kaptam, hogy te magyar faszopó is hasonlok, ami egy picit fura volt abban a szempontból, azért 6 évet játszottam. Mint a lelátóról? Lelátóról, a szurkolóktól, az ottani nagy durva B középtől. Nyilván egy fura érzés volt azért tényleg a
kapitány is voltam ott, illetve 6 szezon töltöttem, azért viszonylag szép sikereket értem el a csapattal, úgyhogy az, inkább azt mondom, hogy az egy nagyon csalódás volt, az egy rossz élmény volt, mert alapvetően bekarikáztam a naptáramba azt a napot, hogy mikor megyünk Uopióba, és tényleg vártam is, hogy ott azért láttam a régi arcokat, mégis azért érzelmileg kötődök a városhoz, a csapathoz. Tényleg 6 évet azért nem véletlen töltöttem el, úgyhogy ez az kicsit azért mellbevágott, amikor már a bemelegítésnél is kaptam az rikákat. Nyilván benne van, viszont így egy jó revans volt, hogy amikor ide jöttek, akkor sikerült megverni őket, de hát mindig, amikor az ember a bajt csapat ellen játszik, az szerintem mindig egy különleges dolog, főleg, hogy ugye 6 évet töltöttem ott, tehát a felnőtt korom nagy többetét azt szinte, hogy ott töltöttem, úgyhogy érdekes, jó érzés volt. Én kifejezetten szeretem az ilyen meccseket, tehát amikor a Talpában játszottam a Kárpát ellen az első felnőtt mérkőzésémet, akkor azokat is imádtam, tehát mégis azért juniorból voltam 6 évig, úgyhogy ez inkább engem feldob, mint hogy sem így befeszít. És pár héttel, hónappal ezelőtt Gallo Vinivel beszélgettünk, és ő mesélte, hogy reflexből az egyik csere után rápaskolt a fenekedre, és ezt az okon vetted. Most a volt csapattársak közül nem kaptál ilyet? Hát azért ezt a Vili sztorira majd visszatérünk, mert azért nem teljesen így volt. Volt csapattársoktól nem, mert senki nem annyira gyökér, mint a Vili volt a vajában. De hát most majd találkozunk a válogatottból, hogy ezt megbeszéljük személyesen. De nem volt semmiféle jelzrika. Alapvetően valamiért szeretnek sok helyen, úgyhogy inkább csak beszélgettünk, meg korongbedobások előtt mindig azt rögtünk, hogyha esetleg egy olyan centerre elmentem, akivel együtt játszottam, úgyhogy inkább barátiasabb volt a hangulat, mint sem a Billyvel értezetlen módon tavaly. Akkor erre műsoron kívül térünk vissza. Visszatérhetünk most is alapvetően. De hát ez a reflex, hát bárki, az volt a legnevetségesebb az egészből, hogy nyilván Harry Jancsi legjobb barátom, ugye viszonylag az ilyen összekötő emberünk ilyen szempontból, mert mind a kettőnkkel nagyon jobban van, és hogyha mi nem beszélünk néha egymással, akkor ő az, aki közvetít, tehát olyan, mint egy teniszlabda, ilyenkor kell pingponglabda kettőnk között. Nyilván ott hát az, hogy reflexből rámütött, az annyiban azért nem igaz, hogy lőtt egy gólt, majd lepacsizott mindenkivel, és rávert a seggemre bottal, miközben csíptam le mínusz egy alapadra. Tehát ez nem tudom, mennyire volt reflex, majd utána röhögött és átment a cserepadjának a túloldalára, mert én azért ordítottam neki, hogy ez nem volt annyira korrekt. Tehát azért pontosan tudta, hogy mit csinál. Majd utána a harmad szünetben is nyilván ezt kicsit azért szóvá tettem, hogy azért mégis ezt hogy gondoltad, vagy ezt most miért kellett az egész, és nagyon nagy ez a szokásos Gallo Vili mosolyával rohant el, és az edzőjében még röhögött is rajtam, hogy én mennyire mérges vagyok, és ugye nyilván az edző nem értette, hogy magyarul én mit ordibálok. Biztos, hogy furán nézett ki kívülről, de hát a Vili ezen nagyon jót röhögött, és viccet csinált az edzővel, vagy hát erről a szitúról. Majd a harmadikon kezdődött, akkor még oda is szólt, hogy Balukám nyugi, ami aztán... Olaj a tűzre. Igen, olaj volt a tűzre egy picit, majd miután ugye kikaptunk az a meccsen, és leosztuk a kapust, és szerintem volt 15 másodperc hátra, kilőtték a korongot a saját harmadukból, már csúsztam le, vagy jó, most már vége, és azért még egy cross-checket rádobott a hátamra, amit közben mentem le a cserepadra. Tehát az nem tudom, hogy az mennyire volt reflex. Majd az utána azt mondta, hogy nem tudtam, hogy az te voltál. De utána Jancsinak írt, hogy Balú nagyon mérges, tehát kicsit olyan érdekes dolog. Hát azóta nem beszéltünk a Vilivel, de hát majd most lesz lehetőségünk egy hét múlva. Az új csapatban hogy megy a beilleszkedés? Hasonló a csapatjáték a szereped a csapatban, vagy sok új dolgot kell tanulnod? Hát nehezebben megy, mint gondoltam, hogyha most teljesen őszinte vagyok. Nem is teljesítek úgy, hogy talán azt ők elvertek volna, vagy én elvártam magamtól. Nyilván nekem a szezon elején mindig is döcögős volt valamiért, ez az én problémám, vagy az én belejárom, hogyha bárki engem leigazol. Nem így terveztem, se a pontok terén, se a játék terén, talán a szerepköröm se pontosan az, amit én mondjuk úgy először terveztem, hogy itt lesz. De alapvetően a csapaton belüli beilleszkedés az jó moment, hogy a finnül folyékonyan beszélek, azért itt az Ömével egymással vagy egymás ellen játszott most már hosszú évek óta, tehát ezzel a részével nem volt probléma. Nyilván van egy jó pár dolog, amihez hozzá kell szoktam, tehát ezért tényleg 6 évig voltam egy helyen profi, mással én nem játszottam soha profi szinten, úgyhogy azért nyilván vannak dolgok, amik itt egy picit másabbak.
De tényleg reménykedek egy jobb folytatásba. Ez a válogatott szünetig, novemberig, ez nekem mindig valamiért egy picit ilyen lassacskán indul. Reménykedtem, hogy az idei lesz, amikor nem, de hát már kicsit lekéstem erről. De tényleg reménykedek, hogy most majd változnak a dolgok terén is. Akkor ennek az okát még nem találtad meg, hogy ez miért van, úgyhogy szinte minden. Rohadtul keresem, de valahogy nem jön rá, pedig edzettem már, így edzettem úgy. Mivel benne volt most az idei nyárban, hogy volt egy pár sérülésem, ami miatt nem tudtam talán úgy készülni, ahogy előtte, de hát ezelőtti nyarakon pedig pont úgy tudtam készülni, ahogy elterveztem. Tehát most ezt se mondanám kifogásnak. Valamiért talán a mentális, lelki része az még nekem nincs ott toppon ezekben az időszakokban. De aztán, amikor jön a december, január, február, akkor általában azért el szokott ez indulni, ami talán a fontosabb része, de hát nyilván örültem volna, hogy ez ezen a legjobbtől, és úgy kezdődik, ahogy én ezt elterveztem. Lehet, hogy zöld alsógatya kell a szezon első. Lehet, hogy nem is kell alsóad rejtünk. Vagy ki kell mosni. Ja, az ki van, arról odafigyelek azért, nagyon nem durva. És te észventúrában volt ilyen babona valakinek, nem mosta? Igen. Lehet. Nem tudom. Zoknit vagy valamit. Középiskola óta nem mosta ki az ágyék kötőjét, azt hiszem, hogy van. Ugye a Jokerittől volt egy megkeresés a KHL felé, és akkor azt nyilatkoztat, hogy csak azért nem mész oda, hogy címlapon legyél meg a sztori kedvéért, hanem hogyha te úgy érzed, hogy ott tényleg komoly szerepet is szánnak neked, vagy tudsz vállalni, és hogy érzed, hogy idén meg lesz ez a teljesítmény, ami után váltasz? Hát jó, akkor kérdezett, mert csak nulla gólóval és öt asszisztom, úgyhogy hát most jelenleg nem egyáltalán nem érzem úgy. De nyilván bármi megtörténhet, tehát az igazság a KHL is egy olyan dolog, hogy szerintem az picit otthon is túltolják, mint az NHL és az AHL részét, tehát nyilván azok se ufók, illetve azért olyan játékosok vannak ott, akik ellené hosszú évek ott játszok, és tudom, hogy egyáltalán nem jobbak, mint mondjuk én, vagy Harry Jancsi, vagy Való Vili például. Nyilván ez sok pici dolognak az összeadója, tehát azért vannak olyan játékosok, akiknek azért kevesebb pontja is volt, mint nekem, vagy a Vilinek tavaly, csak van pár válogatott mérkőzése filmezekbe is, vagy filmszínekbe is elvitték, tehát ezek olyan dolgok, hogy itt ez kicsit kiszámíthatatlan. De nyilván nem kifogás, de valamennyire igaz, hogy nyilván magyar jégkorongosnak azért nem annyira kellendő azért a hoki világában sajnos még jelenleg, mint mondjuk akár itt egy svéd, egy finn, egy cseh, akár még egy szlovákot is tudok mondani, tehát itt a válogatott meccseknek azért nagyon durva befolyása van, én azért azt vettem észre az ilyen ligákra. Nyilván ezzel együtt kell tudni élni, ezt el kell fogadni, ezzel nincs semmi probléma. De nyilván reménykedek abba, többek között ez is volt a váltásomnak az egyik indoka, hogy azért Tamperében jóval több játékos megfigyelő van, azért közelebb van Helsinkihez, két csapat van. Tényleg, hogyha engem is valahonnan néztek, akkor ez vagy Helsinki volt, vagy Tamperében, tehát ez is volt kicsit mögötte, hogy talán itt azért jobban szem előtt leszek. Hát most szem előtt még biztos, hogy nem vagyok, ha a statisztikáimat nézzük, de nyilván ez változhat, tehát reménykedek benne, hogy így lesz. Az a jokerites sztori pár éve az alapvetően nyilván kicsit viceget, mert az az edző volt nekem egyébként az edzőm Kertádban, amikor én aláírtam a profi szerződésemet, és egy edzőmeccset csak kaptam, tehát nekem volt egy kis pikantériájának az egésznek, hogy én meghallottam is róla, csapattársaktól is, illetve a barátoktól, akik együtt dolgoztak vele, hogy ez nem a legkönnyebb személyiség, de a legnagyobb dolog az volt, hogy én tudtam, hogy milyen szerepkörre visznek, tehát az látszódott azért a szerződés ajánlaton is, illetve akkor 25 évesen nem gondoltam volna, hogy a legokosabb döntés egy nagy szerepkört leváltani egy negyedik soros szerepkörre azért, hogy tényleg otthon cillapon legyek, vagy első KHL-es, tehát engem ez sose annyira érdekelt, hanem inkább az, hogy én jól érezzem magam a bőrömben, sokat játszak. Úgyhogy tényleg, hát remélem, hogy sikerül egy olyan szezont futnom, hogy ez megtörténjen, azon vagyok mindenféleképpen. Esetleg nem történik meg, akkor nem történik meg, de remélem, hogy rajtam nem fog múlni. Az előző klubodnál mondtad, hogy kapitány is voltál, és ott azért kivittad a tiszteletet, még ha nem is minden szurkolónál, de hogy egy új csapatban, itt most neked a ligában már letetted a névjegyedet valamilyen szinten, de az új csapatban most tekintsünk el attól, hogy mindösszesen 5 pont, ami szerintem, tehát én nekem biztos, hogy nagyon nagy élmény lenne 5 pontot összekapirgálni, de neked egy kicsit még ugye feljebb van az a léc, de hogy magát a tiszteletet mennyire érzed? Van egyáltalán, vagy itt minden játékos egyenlő, és csak néhányan egyenlőbbek?
Én úgy gondolom, hogy minden játékos egyenlő, én is olyan beállítottság vagyok egy picit, amikor ugye nyilván kapitány is voltam, tehát nekem nagyon fontos az, hogy mindenki egyenlőnek érezze magát az öltözőbe, úgyhogy én is valamilyen szinten a kalpánál is ez az összekötő voltam a fiatalok és az öregetek között. Én kifejezetten szerettem azt, hogyha a csapat tényleg egybe van, és szerintem az akkor tud egybe lenni, hogyha mindenki egyenlő. Voltak olyan tapasztalatai, amikor nem volt így, és ez egy borzasztó szezon volt, és volt olyan is, amikor egy sokkal rosszabb keretünk volt papíron, és mégis döntőig mentünk, mert mindenki annyira jó volt a másikkal, tehát szerintem ez az a szint jelenleg, amikor sokkal többet számít az, hogy egy öltözőben milyen a hangulat, a játékosok hogy tudnak egymással dolgozni, mennyi tisztelet van tényleg a másik felé. Úgy gondolom, hogy itt egy picit másabb, nyilván nekem is másabb alapvetően, tehát oké, hogy egymás ellen játszottam, azért tényleg a nagyon nagy százalékával ezekkel ugye az itteni élveszesekkel, de azért mégis egy új ember vagyok, tehát nekem is valamilyen szinten azért teljesen más az atmoszféra, egy picit, amihez talán én hozzá voltam szokva, kicsit több az egyénieskedés, mint amihez én hozzá voltam szokva, de hát remélem, hogy én ezen tudok valamilyen szinten változtatni. Nyilván azért az is ki kell, hogy érdemelje a tiszteletet, hogy én is szezon közben hogy teljesítek, tehát azért akárhogy is, hogyha az embernek nincsenek úgy pontjai, ahogy ezt elvárják tőle, akkor valamilyen szinten a tisztelet és egy picit talán megcsappan szerintem azért egy ilyen egyesületnél. Úgyhogy remélem, hogy ez javulni fog a statisztikán is, illetve a játékom is, és akkor én is egy kicsit jobban tudom formálni itt a képét az öltözőnek is akár. Ha már öltöző decemberre ígérik elkészülni az új 15.000-es csarnokot, ahol a város másik csapatával együtt költöztök be, erről tudtok valamit, voltatok már megnézni esetleg, illetve milyen a régi csarnok, hogy új kell? Alapvetően voltak tavaly megnézni, idén nem voltunk benn, most már eléggé a végén vannak itt tényleg a felépítésének. Hát nyilván kívülről brutál, hogy néz ki, úgyhogy nyilván mindenki nagyon várja. Én, hogy őszinte vagyok, nekem nagyon jó érzés ebben a régiben is játszani, ez a legrégebbi fedett jégcsarnok Finnországba, és nem mellesleg idén 7300 ember befér, tehát ez egy nagyon óriási történelme van ennek a stadionnak, és tényleg most játszottuk az utolsó ugye derbit itt a Tappa ellen pont pénteken, ahol teltház volt. Úgyhogy én nagyon élvezek itt is játszani, de hát az új csarnokról láttunk képeket, úgyhogy hát tényleg nagyon-nagyon durva lesz, úgyhogy várjuk nyilván azt is, hogy lehet költözhessünk. Picit akkor kanyarodjunk haza 15.000-es csarnok után, pár ezres magyar szám. Egyáltalán ennyi év után ugye említetted, hogy nagyon-nagyon fiatalon már kint elkezdtél jégkorongozni, vagy kint kezdtél el jégkorongozni. Egyáltalán a magyar konyha, Magyarország, a magyar vidék mennyire hiányzik, vagy hiányzik-e egyáltalán? Ja, hát én egyértelműen hazafinek gondolom magam, tehát nekem Magyarország, ami otthon van. Nyáron is otthon vagyok 3 hónapot. Tényleg imádok otthon lenni, az összes nagyon jó barátom otthon él, úgyhogy nekem tényleg a magyar konyha, a család az a legfontosabb a világon, úgyhogy nyilván hiányzik, hozzászoktam már, tehát 15 éves koromban én egyedül kiköltöztem, ugye, most már 5 éve a mennyasszonyom kinnél velem, tehát az is azért nyilván segít egy picit akár a magyar konyhát visszahozni, mondjuk most nem hallja, de alapvetően... Alapvetően nyilván az is nagy segítség, hogy ő itt van egy picit, de hát imádok otthon lenni, úgyhogy nyilván hiányzik azért az otthonlét is sokszor. Így egy picit egyszerűbb, hogy Tamperében vagyok, mert ugye a hazamenetel, illetve hogyha valaki meg akar látogatni, akkor azért mint pénzügyileg, mint időben azért jóval szerencsésebb, mint mondjuk Puhopia vagy akár Oulu volt. De tényleg most nagyon örülök, hogy otthon lesz ez a kis torna, tényleg nem játszottam otthon már hosszú évek óta, család előtt, barátok előtt, tényleg úgyhogy alig várom. Ugye említetted, hogy nyáron itthon voltál 3 hónapot, és olvashattuk, hogy fel is tűntél a MAC utánpótlás edzésén, hogy ez ilyen nosztalgia, vagy ott ennyire jó munka folyik, hogy az téged is épít, segít. Tudom, mikor voltam MAC utánpótlás edzésen. Az lehet, hogy kamuhír volt. Bill mesélte, hogy elmentél, és nagyon örültek a fiatalok, hogy részt vettél a hegyrefutáson, és a... Itt is toltak? Csilletolás? Vagy nem is tudom, mi az ilyen? Nem, arról beszélve volt, de aztán nem mentem. Szerintem arról nem mentem el. Hát csak a Billomot én szerintem nem mentem el arra végül. Most a Billel majd beszélek, hogy miért volt. De hát nagyon köszönöm, hogy feltüntet ilyenből, hogy én voltam matszedzésen, de szerintem én azon nem voltam most nyáron. Volt nyár, amikor lejártam matszedzések egyébként, és jött a kis stadionba lőpadoztam, az utóbbi időben már picit megváltozott, mert érdem van biztosítva jég, ahova járunk, ugye a válogatott keretagokkal.
De nyilván hát a MAC az hozzá mindig is a szívem, ez nagyon közel fog állni, azért tényleg ott kezdtem el, nagyon sok jó barátom van, like Krisztián, Gorpuly, Geri, tényleg nagyon szép kis társaság volt ott annak idején, illetve Marton Tibi, tényleg Bill, Majoros, Magyiék, tehát tényleg MAC-osnak gondolom magam a mai napig, attól függetlenül, hogy most már azért nem játszok otthon egy ideje. A MAC, ugye mint az egyik legpatinásabb utánpótlás képző központ jégkorong tekintetében Magyarországon már régóta a térképen van, és mostanában nagyon sokszor szóba kerül a nevelés, a tudatos nevelés és a profi karrierre való felkészülés. Ebben a MAC legalábbis amennyire mi megtudtuk, viszonylag jól élen jár. Neked azon túlmenőleg, hogy persze ott nőttél fel, az ottani nevelés az mennyiben segítette a kinti beilleszkedésedet? Nekem rengeteget segítette, alapvetően tényleg nagyon jó szakemberekkel tudtam együtt dolgozni, és nem is hoki terén is, de inkább pont az, hogy pedagógusok, akik tudták, hogy hogy kell tényleg engem felkészíteni, nem is a jégkorongbeli dolgokra, amik az életbe jöhetnek, tehát akár csak a barátkozás, a sérelmek, vagy csalódottság, vagy bármilyennek a feldolgozása, tehát nekem ez egy nagyon nagy segítség volt alapvetően, és nyilván szerencsés voltam abból is, hogy az ügyesebbek közé tartoztam azért viszonylag, tehát kiemelten figyeltek rám. Úgyhogy rengeteget tanultam, és rengeteget adott ahhoz tényleg, amikor ide kimentem Finnországba, nyelvet nem beszéltem alapvetően, hogy tényleg minél gyorsan be tudjak illeszkedni, úgyhogy az alapjaimat ezt mindenféleképpen a MAC-os edzőknek köszönhetem, azt gondolom, hogyha nem is a jégkorong terén is, de az élet terén mindenféleképpen. Külföldön vagy nem vagy a mindennapok részese otthon, te így kívülről nézve látsz valami fejlődést, változást a magyar hokiban? Látok, nyilván azért sokat segít az, hogy a pénzügye is azért feljöttek egy picit a dolognak, mint amikor én voltam, tehát én a kis stadionból költöztem ki Óluba, ami már az fura volt, hogy két jégcsarnok van egymás mellett. Amikor Finországba kimentem, azért nem volt annyira szokásos otthon, de hát a kis stadionos éveimet pedig imádtam, de most visszatérve a kérdésre, nyilván van fejlődés, én úgy gondolom, hogy mindig nem az a fejlődés talál, amire mindenkire vágyik, tehát hogyha most csak a fiatalok számát nézzük, hogy mennyi feltörek olyan fiatal van, aki esetleg mondjuk hasonló cipőben lenne, mint a Hári Jancsi, Bartali, Alovili vagy én, akkor azt gondolom, hogy ez még viszonylag így is elenyésző arra, amire talán a magyar hoki szurkolók úgy igazán vágynának, de én reménykedek abban, hogy azért ez fogja volni még az utóbbi években. Nyilván az, hogy minél több kis rácán kezdjen jégkorongozni, de attól függetlenül én mindig úgy gondolom, hogy a 15-16 éves kor az, amikor, hogyha valaki tényleg jégkorongozni akar, akkor még mindig külföldre kell, hogy igazoljon. Én ezt láttam már azért példát, most csak a Horváth Bencéről beszélünk, aki most ugye a Kalpában van, és nagyon jól teljesített, ő is 14 évesen költözött ki, és a legjobbak között van, tehát úgy gondolom, hogy otthon olyan a nevelés, hogy a legjobbak otthon 14-15 évesen itt is a legjobbak tudnak lenni kint, de viszont 16-17 évesen ez már nem feltétlenül igaz. Akár csak Reis Bruno példáját nézem, tehát a 18 évesen jött ki, óriási tehetség, most valahogy is egy nagyon jó jégkorongozó, de szerintem úgy gondolom, hogy már egy picit későn hozta meg ezt a lépést, tehát az a 2-3 év az szerintem az itt nagyon durran elkezdődik az a meló, amikor igazán profikból profi játékosok lesznek, és akikből nem lesz soha profi, ők pedig kicsit leválnak. Tulajdonképpen pont ezt akartam volna kérdezni, hogy mikor. Nagyjából egybecseng mindenkinek ez a mondat, akivel beszéltünk, aki kint van, legyen az Bartalis Balázs, akár Galló Vili. Másként teszem föl akkor a kérdést, nem azt, hogy hány évesen kell kimenni, mert abban akkor nagyjából megegyezhetünk, hogy 14-15 éves korában a középiskola előtt ki kell menjen, ha valaki profi akar lenni. Miben más az ottani képzés? Tehát te miben érezted, jó, nem tudod összehasonlítani, mert nem voltál itthon is, meg kint is, de hogy mitől másabb ott a képzés? Ott mit jelent az, hogy elkezdik profi életre nevelni 16 évesen vagy 15 évesen a gyerekeket? Na, persze, csak a puszta versenyhelyzet. Tehát most akárhogy is nézem, én 14 évesen a egyel idősebbek ligájában volt 26 meccsen 90-valahány pontom. Tehát az már az a szintű dominancia, amikor már egyszerűen nem vagy kitéve annak, hogy te versenyhelyzetbe kell, hogy legyél minden edzésen. Tehát edzésed egyáltalán nem kell, de hogy még meccsen se nagyon. Tehát nem az volt a kérdés, hogy
hogy ma lesz egy pontom, hanem hogy megállok-e 4-5 pontnál egy meccsen. Tehát, hogy nyilván ez a rész, amikor tényleg kiköltöztem Finországba, akkor nagyon fura volt, hogy egy meccsen csak 2 pontom volt maximum, és akkor nem is nagyon tudtam hova tenni, hogy most itt egyáltalán mi történik, hogy milyen szar meccsen volt, hogy most csak 2 asszisztom volt ma. És ezzel küzdöttem is az elején, tehát amikor volt 10 meccs után, nem tudom, 18-19 pontom, és nem én voltam a legjobb a csapatban, akkor olyan furán éltem meg, hogy most ez itt mégis mi történik. Tehát inkább azt mondanám, hogy a versenyhelyzet az itt elkezd kiéleződni, tehát az összes játékos tényleg elkezdi felfogni azt, és elhinni önmagáról, hogy ő profi korongos akar lenni, tehát itt versenyen is, tehát olyan, az edzésen is olyan versenyhelyzet van egész egyszerűen, hogy nem engedheted meg magadnak, hogy te kihagyjál egy edzést, hogy kicsit gyengébb legyél, vagy ne annyira koncentrálj oda, mert a másik elveszi a helyedet egész egyszerűen, tehát, és ez otthon nincs meg továbbra se, én úgy gondolom, tehát itt otthon a legjobb játékosoknak a szerepkör az egyáltalán nincs veszélyben, bármit is csinálhatnak. Mert annyival jobbak, mint a többség. Ez itt nincs így, tehát itt ha van 3-4 rossz meccsed, akkor elfelejtenek valamilyen szinten, és nyilván ez mentálisan nagyon nehéz, de meg is tanít viszonylag fiatalon ezt neked megtanulni, hogy itt neked 24 készen kell álljál, mert jön a következő, aki éhesebb, mint és elveszi a helyedet, és ez otthon szerintem továbbra sincs, meg remélhetőleg ez változni fog, tehát szerintem mindenkinek az a célja, hogy ez változzon. Arról nem is beszélve, hogy nyilván a csapatok viszont baromi közel vannak egymáshoz, tehát nincs egyáltalán is differencia, tehát nem arról beszélünk, hogy most, mint nekem volt egy matszűröm, ami nagyjából 20-0 volt, tehát hogy semmiféle sport élmény nem volt abból, vagy sportértékesen nagyon volt annak az egésznek, itt nyilván ez teljesen más, tehát itt az összes csapat közel van, mindenki meg akarja venni a másikat, óriási verseny van a csapatba kerülésért, a emberelőnyös helyekért, hogy mennyit fogsz játszani, kivel fogsz játszani, és ugyanígy a ligán belül is, hogy ki hol fog elhelyezkedni. Tehát én a harmadik évemben ugye el is küldtek finn másodosztályba, mert nem teljesítettem jól, tehát pedig úgy hívtak ide, hogy az egyik legnagyobb tehetség vagyok, és a harmadik évemben, második évemben, bocsánat, pedig elküldtek kölcsön, mert egyszer nem fértem be a keretbe. Tehát nyilván ez otthon elképzelhetetlen, hogy ilyen történjen. De itt ezt, és ezt azért is csinálták, hogy én is megértsem, hogy azért nem úgy van az, hogy most akkor tudják, hogy nagyon tehetséges vagyok, és hogy mi van bennem, de ha nem úgy teljesítek, és nem úgy koncentrálok, illetve hiszem magamról, hogy én több vagyok, mint a többi, akkor azonnal valaki elveszi a helyemet, mert egész egyszerűen jobban teljesít. Uh-huh. Ugye jössz haza a nemzetközi szünetben a magyar tornára. Egy ilyen tét nélküli torna az nektek mennyire? Tehát ez ilyenkor csak egy élmény, hogy hazajöhetsz, látod a családot, meg játszunk is kettőt, ráadásul ugye nem is olyan veretes az ellenfél. Szerintem picit is, tehát nyilván azért azt most hozzá kell venni ehhez a novemberi tornához, hogy talán ez lesz az egyik utolsó, mielőtt mi megyünk a VB-re, tehát itt teljes keretet szeretnének, sajnos vannak sérülések, ugye a Harry Jancsi kiesett, a Stipi kiesett, tehát nyilván itt a Isti se lesz, úgyhogy itt nyilván most szokásos, hogy ez a négyes, ez nem áll, ez a kvartett nem áll össze soha, hogy a Harry Jancsi, Galló, Vili, Bartol is és én is egészségesek lennénk egy időben, ez most se fog megtörténni. De nyilván fontos azért ilyen szempontból, még csak csapat összekovácsolás terén is azért ezek fontos tornák, én úgy gondolom. Tehát, hogyha a csapat zöme azért már ismeri egymást egy ideje, azért mindig jó egy ilyen torna, ahol azért tudunk élményeket szerezni. Tehát azért nem olyan rossz, hogyha egy ukrán olaszt megverünk, azért nyilván ez egy jó élmény a csapatnak. Tehát úgy gondolom, hogy ezek nagyon, nagyon fontosak, és tényleg jól is kell, hogy érezze magát az ember. Tehát pont, hogy mondtad, ezek nyilván felkészülési meccsek, tehát az elsődleges cél az nyilván az, hogy inkább szerintem a csapat összekovácsolás, mint se az eredmény. Nekünk szurkolóknak picit hiányérzetünk van, hogy most már jó pár éve nem láttunk komolyabb ellenfelet itt Magyarországon, és te is említetted egy pár kérdéssel ezelőtt, hogy ugye a válogatott mérkőzések is egy picit beárazzák a magyar játékosokat. Nem érzitek ti játékosok úgy, hogy jobb lenne mondjuk egy szlovák, egy dán, egy francia válogatott ellen felkészülési meccseket játszani, mint hogy oké, most nincsenek a lengyelek, de egyébként nagyjából unalomig ismételt ellenfelekkel játszunk az elmúlt években. Úgy gondolom, hogy mindenki nevében nyilatkozhatom, hogy nyilván jobban örülnénk neki, és jobb lenne, de azt gondolom, hogy nyilván ezek a nagyobb válogatottak pedig nem feltétlenül akarnak ellenünk játszani. Tehát ők pont azon az elgondoláson vannak, hogy akkor ők inkább játszanak egymással, mint nívósabb válogatottak, és akkor nyilván nekünk marad, aki marad. De nyilván nem látok meg, tehát... Hogyha őszinte vagyok, akkor annyira azért engem nem zavar, hogy ez bármiféleképpen befolyásolja azt, hogy hazamegyek vagy se, vagy hogy most én szomorú lennék, mert csak az olasz jön, mert alapvetően pont, ahogy mondtam, az elsődleges célja azért nem feltétlen az, hogy mi
most itt olyan brigádok ellen játszunk, nyilván jobban örülnénk, mert nagyobb lenne kicsit a presztízs, de én hiszek abban, hogy azért a szövetség minden megtesz ahhoz, hogy a lehető legjobb ellenfeleket tudja nekünk hozni. Most ez egy olasz-ukrán, akkor azzal sincs, én úgy gondolom, hogy semmi probléma. Nyilván, hogyha egy EHT vagy egy ilyen ELT tornán, ami kijutnánk valahol, van egy cseh, orosz, finn, az nem lenne rossz, nyilván ami reklámunk miatt, vagy a játékosok elkerülése miatt, de hát az a viszonylag kevés az esély, és az is egy kérdés, hogy ennek milyen sportértéke lenne. Tehát azért realitást alaját kell nézni, hogy nyilván azt se akarjuk, hogy most olyan rossz élményeket szerezzünk, hogy most akarjuk mondjuk gyakorolni a támadó harmadbeli játékot, akkor egy finn ellen az viszonylag nehéz lenne, és az is lehet, hogy egy szlovák ellen is, tehát azért nézni kell azokat a dolgokat, hogy mik azok a válogatottak, akik azért nagyjából egy szinten vannak velünk, és tényleg mindent tudunk gyakorolni, nem csak azt, hogy most leparkoljuk a buszt a kapu elé, és akkor gyertek. Igen. Nehéz ügy ez, mert ugye szurkolóként sokkal szívesebben mennénk ki egy finn vagy egy svéd válogatott ellen, miközben tisztában vagyunk vele, hogy ha ide is jön egy finn vagy egy svéd válogatott, akkor nem a legjobb keretével, tehát tök jó lenne nekünk NHL-es játékosokat látni. Egy kérdés még, engem nagyon érdekelne az, hogy annak idején Szentpéterváron azok a mérkőzések, amiken így szurkolói szemmel esélyünk nem volt, ott ti hogy éltétek meg belülről? Azon túlmenőleg, hogy ez látszódott, hogy tényleg kiraktok mindent a jégre, amit csak lehet, de hogy mennyire frusztráló az, hogy bármit csinálsz, egyszerűen ő ér oda hamarabb. Hát ez nagyon jó kérdés, most őszintén visszagondolva, szerintem mi örültünk, hogy ott vagyunk. Tehát nekünk az egy olyan hoki volt, amikor a Kanada-Amerika ellen játszottál. Azt gondolom, hogy volt még Amerika ellen még valamelyik paliba is voltunk egy picit, tehát nyilván már csak az maga egy sikerélmény. Én úgy gondolom, hogy a legbrutálabb meccs az a film volt, ahol szerintem a piros vonalon nem jöttünk át konkrétan, ami Vajádinak egy nagyon jó dolog volt, mert a Minnesota el is vitte utána. Igen. De alapvetően az volt a legrosszabb élmény. Tehát még azt gondolom, hogy még oké, Amerika feladat is azért jól megszórtak minket, mert szerintem a filmektől csak 3-0-ra kaptunk ki, a Kanada-Amerika az kicsit több volt. De ott legalább valamennyit néha tudtunk támadni, akkor még úgy valamennyire élvezi egy picit az ember ezt az egészet. Nyilván nem a legjobb érzés, konkrétan koronban nem érsz, tehát nyilván az nem a legnagyobb élmény, de viszont az maga élmény, hogy ki kell lejátszol. És főleg úgy, hogy néha még azért valamennyire meccsben is vagy. A finnek ele ez nem volt meg, tehát az egy borzasztó élmény volt számomra, személy szerint, akármennyire is tök jó élmény volt a finnek ele játszani, de az, hogy felugrottál jégre és mentél 3 kört, és követted a korongot, aztán lejöttél cserélni, hát az nem volt egy óriási élmény. De maga Szentpéter, tényleg az, hogy tudtunk nyerni egy meccset, az óriási élmény volt, és hogy azért tényleg a szlovák ellen, német ellen és francia ellen, és azért ott voltunk végig meccsbe. Most az, hogy volt 3 meccs, ami azért mindenki tudja papíron realitás terét, hogy azért nem volt esélyünk, de hogy ott is voltak momentumjaink, mi azért szerintem ezt inkább sikernek éltük meg, nyilván akkor nem annyira, mert ugye kizuhantunk sajnos, és haragudtunk is a franciákra, de nyilván ők nem tehettek, de inkább az egy jó élmény volt. Én legalábbis úgy éltem, hogy egy jó élmény volt ezek ellen a csapatok ellen játszani. Még egy kicsit hadd kapargassam ezt a válogatott kérdést. Van-e kedvenc meccsed, amire ugye a legszívesebben visszaemlékszel a válogatottban? Nekem mindenféleképpen az első 2 gól, amit az osztrákoknak lőttem, ugye korábban, az nyilván egy örök élmény lesz. Kikaptunk ugyanis sajnos ezen a meccsen, de hát nyilván az első gólját lövi az ember. Főleg az első felnőtt tornán volt, tehát én nem játszottam, ugye felnőtt szinten soha életemben, tehát az, hogy egy VB-n sikerült első felnőtt meccsémet játszani, és lőttem is 2 gólt, ez egy óriási élmény volt. A fehér oroszt is mindenféleképpen ide sorolnám, és aztán pedig hát a legzseniálisabb a lengyelországi feljutás. Tehát azt úgy gondolom, hogy ez egy akkora élmény volt, amit sose fogok elfelejteni, tehát mind a szurkolók, de az egész hét az tényleg egy olyan volt, hogy valahogy éreztem, hogy fel fogunk jutni. Tehát a Hári Ancsival is beszéltük, pont ugye mindig egy szobában vagyunk, és nyomjuk a hülyeségeket egészen a szobában, és folyton mondtuk, hogy mi fel fogunk jutni, itt nem lesz itt semmi, itt mi fel fogunk jutni. Tehát az egész hangulat az öltözőben a tábor elejétől a végéig az olyan volt, hogy itt ha kell, ha nem, itt mi feljuttunk, tehát úgy fognak alakulni a dolgok, hogy mit simán feljuttunk, és össze is jött. Tehát így megélni ezt az egészet, az tényleg az volt a legnagyobb élmény.
Az a helyzet, hogy picit a beszélgetés tempója sokkal gyorsabb volt, és az előre felvázolt kérdések végére értünk. Még azért egy nagyon picit hadd tartsunk fel két témakörben. Az egyik, ezt is már picit feszegettük itt a beszélgetés során, mi az a középtávoli jövőkép, amivel te elégedett lennél? Tehát milyen célokat tűztél ki magadnak 2-3 éves távlatban? Mik a terveid? Hát ezt kijelentettem szezon elején is nyilván, hogy én mindenféle szeretnék korongozni egyszer. Ezekről az álmaimról nem tettem, és úgy gondolom, hogy nem is kell. De jelenleg nyilván most az a legfontosabb, hogy valahogy összekapjam magam idén. De a 2-3 éves tervekről beszélünk, alapvetően nem szerettek túlságosan erőre gondolni, de nyilván az a nagy célom, hogy kell EB-n eljussak, és egy olyan csapatban is, ahol tényleg úgy igazolnak, hogy nagy szerepkörbe. De aztán meglátjuk, hogy hogy alakult, tehát nem mondanám azt, hogy nagyon csalódott lennék, hogyha ez nem jön össze. Én úgy gondolom, mert azért viszonylag egy jó karriert sikerült ideig is futnom, amire alapvetően tényleg nagyon büszke vagyok. De ha most tényleg tervekről beszélünk, akkor nyilván kell az mindenféleképpen. Az NHL része, aki azért benne van a hokiban, azt tudja, hogy ez nem olyan egyszerű, tehát ott egy nagyon jó játszani nem elég, tehát ott kell azért rengeteg szerencse, illetve én úgy gondolom, hogy egy alcsoportos lépés kéne ahhoz, hogy ez megtörténhessen, és viszonylag időben, tehát most már azért 27 éves leszek decemberben, nem tettem le róla, csak a realitás, illetve a trendeket nézve az akármennyire is jól jégkorongozhatok, az nagyon nehéz, szerintem. De meglátjuk, hogy mi történik. Én tényleg csak próbálom a lehető legjobb magamat hozni, aztán pedig meglátjuk, hogy tényleg ez mire elég. Uh-huh. És hosszú távon, hogy gondolkozol, a pályafutásod vége levezetni csak is a madba, és hogy utána maradsz a jégkorongba, hogy mit tervezel? Nekem ez egy terve volt, sőt, most is, tehát hogyha most a levezetésről beszélünk, már most 27 évesen, akkor igen, de nekem igen, ez egy nagy álmom volt, hogy tényleg én a mazba töltsem az utolsó éveim, mert mindenféleképpen szeretnék otthon élni, tehát mi alapvetően a mennyasszony, és úgy gondolkozunk, hogyha a karrieremnek vég, akkor mi több, mint valószínűleg otthon szeretnénk maradni, ezen belül is biztos, hogy a sporton belül, tehát az egész életemet azt tette ki. Alapvetően nekem ez a GM hasonló ilyen csapatok körülötti tevékedés, játékosok igazolása hasonló, ez nekem nagyon fekszik az edzésködés, talán annyira nem, mert semmi türelmem nem lenne hozzá szerintem. Ez egy jó pár csapat, tehát egyet tudna érteni, de mindenféleképpen a sporton belül maradás az érdekelne. Aztán meglátjuk, hogy tényleg milyen lehetőségek vannak karrier után, hogyha visszaütője van annak, hogy az ember magyar válogatottba hokizik, és így nehezebb NHL-be kerülni, akkor viszont ez a jobb része, hogy viszont talán egy ilyen karrierrel, amit én remélhetőleg még fogok tudni futni, így a magyar hokiba egyszerűbb lesz utána elhelyezkednem, hogyha arról van szó. Ha már a MAD szóba került, ugye a mai napig, most ugye elsője van, amikor beszélgetünk, november elsője, mai napig a MAD volt az egyetlen csapat, aki 12 Erste-liga a mérkőzésen egyetlen egy nulla pontos mérkőzést sem játszott. Ezt azért emelem ki nagyon halkan, hogy a mai napig, mert most eléggé rosszul állnak a Csíkszeredával szemben. De azt még hadd kérdezzem meg így távolról, meg úgy, hogy azért valamilyen szintű kapcsolatban vagy a MAD-szal, mint klubbal. Te egyet értettél, támogattad volna, ha már a GM így szóba került ezt a szlovák karriert? Hogy az extra ligát? Aha. Alapvetően én úgy gondolom, hogy ha nyilván van erre lehetőség, akkor ez egy jó dolog, nyilván itt ezek is, hogy mit szerettek volna vele elérni. Tehát, hogy az, hogy a magyar hoki mezsert kicsit feljebb emelni, vagy a magyar játékosokat fejleszteni. Tehát nyilván itt el kell dönteni, hogy mi a fő cél. Nyilván Nagy Krisztiánnal is beszélgettem erről sokat, hogy azért nem igazán úgy sült el ez a dolog, ahogy mondjuk esetleg ő tervezte volna, vagy egy jó pár magyar fiatal. Tehát itt nyilván itt a vezetőség részéről ez egy kérdés, ők azt szerették volna, hogyha mint MAC, mint magyar hoki klub az le tudja tenni a nevét, vagy tényleg azt, hogy segíteni úgy a magyar hokit, hogy oda vinni fiatalokat, akik tudnak magasabb szinten játszani és ezzel fejlődni.
mindenki le tudja mi a következtetéseket, hogy mi lett a vége. Én úgy gondolom, hogy alapvetően nem egy rossz irány, csak talán még nincs annyira nagy merítés otthon, viszont ezzel is a maccot védve talán, hogy mondjuk azt lehetne mondani, hogy van annyi magyar fiatal, aki mondjuk meg tudta volna állni a helyét a Szlovák Exoligában nagy szerepkörben, ami mondjuk esetleg a Volánnak megvan, csak én úgy érzem, hogy ez egy picit kiismerül az összes olyan fiatal tehetségünk talán, aki ilyen szinten is képes nagy szerepkörbe játszani jelenleg. Hát megtalálni, nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt, mert ugye valamilyen teljesítményt le is kéne ott rakni, hogy igény legyen arra, hogy ott játszunk évről évre, ne azt mondják, hogy ne gyertek, vagy csak pénz ellenébe. Hát ez így van, hát ez a dévejtékkel alapvetően valami szinten ugyanígy történt. Nyilván én úgy gondolom, hogy a Valán ebből a szempontból nagyon jól csinálja, amit csinál, tehát most az, hogy tényleg azért csináltak egy olyan komoly magyar magot, ami tényleg nagyon sokat játszik, tehát a Jancsit visszavitték, a Bartes Istit visszavitték, tényleg Erdély Csani zseniális helyét korongozik szerintem az utóbbi években, a Terbi nagyon jól játszik idén, Magó is, tehát tényleg azért úgy megy a Volán ennyire jól, hogy a magyarok azért nagyon, nagyon szépen csinálják ott a dolgokat, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy zseniesen jó dolog. Az más kérdés, hogy van-e rajtuk kívül most jelenleg akkora merítés, hogy mondjuk egy Szlovák Exoligába elmegy egy magyar csapat, akkor ezt ugyanúgy el lehetne mondani. Én remélem, hogy egyszer lesz, úgy gondolom, hogy jelenleg még nincs, de hát remélhetőleg ez változik. Hát akkor egy picit rajtad a magyar hoki szeme, hogy menjél el a KHL-ig, és akkor még több kisgyerek kezd majd el jégkorongozni, nem? És azzal is kinyitsz egy újabb ajtót. Igen. Hát én reménykedek, igen, hát nyilván mi nekünk alapvetően úgy gondolom, hogy ez is valamilyen szinten a feladatunk, akik külföldön játszanak, hogy letegyük a magyar hokinek az alapköveit, alappilléreit, ami úgy gondolom, hogy azért tényleg utóbbi években, hogy mennyien játszanak svéd Finnországban, ezért ez valamilyen szinten sikerült. Remélhetőleg ezek a fiatalok is egyre gyorsabban be tudnak itt mutatkozni Finnországban, vagy más európai nagyligában, és nyilván ez csak jó lesz nekünk is, tehát az a válogatottnak is jó lesz, illetve az egész magyar hokinak, tehát minél többen tudnak nagy komolyabb ligákba játszani, a válogatottunk is annál jobb lesz, annál nagyobb esélyünk lesz a csoportba jutni, annál nagyobb sanszunk lesz benne is maradni, ami nyilván utána pedig egy akkora reklám lesz a magyar hokinak, hogy vinni fogják a magyar játékosokat, úgyhogy ez a terv mindenféleképpen. Akkor ehhez nagyon sok sikert kívánunk, sérülésmentes Köszönöm. Szezont, és hát tényleg kívánjuk a magyar hoki nevében, meg a magyar hoki szurkolók nevében, hogy szinte az összes álmod váljon valóra. NHL-t nem akarjuk, elég a KHL nekünk, jó? Jó, rendben, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Sebők Balázs Balú volt a mai kétvonalas les vendége. Köszönjük, szíjó! Köszönjük! Sziasztok!